Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő érsek atya, kedves paptestvérek, szerzetes testvérek, hitoktatók! Az irgalomról szeretném, hogy együtt töprengjünk. Ferenc pápánk ránk szólt, hogy a teológiából hiányzik az irgalom. Aki olvasta Walter Kaspernak az írását az irgalomról, önkritikusan ő maga is megjegyzi, hogy még a saját nagy műveiből is hiányzik az irgalom, mint fejezet. És zárójelben mondom, és tessenek töprengeni rajta, én úgy gondolom, akik imádkoznak, azok tudnak az irgalomról. Uram, irgalmaz, milliószor énekeljük mi görög katolikusok, római testvérek is. Aki imádkozik, tud az irgalomról. Aki terepen szolgál, gyóntat, pasztorál, ott van a családok, az emberek életében, az is tud az irgalomról. A teológusok nem tudnak róla. Itt a teológusoknak, és akik teológusokat nevelnek, kineveznek, óriási a felelősségük, hogy nehogy íróasztal szagú legyen a teológiánk, és elfelejtsük az irgalmat. Ferenc pápánk csodaszépen ránk szólt, hogy vegyük csak elő ezt a fogalmat. Amiről én szeretnék beszélni, az nem egy szisztematikus teológiája az irgalomnak, azt Walter Kasper nagyon szépen megírta. Én ikonokat szeretnék vetíteni, mert az ikonok azok nem egyszerűen képek, hanem megszólítanak minket. Festett teológia, mi így mondjuk. Teológia és etika van az ikonokra ráfestve, és ezeket az ikonokat fogjuk szemlélni, és egy-egy sarokpontot szeretnék kiemelni, amit szerintem ma jobban kell hangsúlyozni. Na hát kezdjük el. Először is azzal, hogy mi nem az irgalom. Nem irgalom a lenézés. Ez a lenéző elnézés. Ó, te csak erre vagy képes, hát tőled nem is várok többet, te csak ennyi vagy. Mindig eszembe jut ilyenkor Sólya Miklós bácsi, aki 40 évig élt cigányok között, és az íróasztalomnál én is őrzök egy fényképet róla, minden nap nyakkendőben, fehér ingben ment a cigányok közé. És nem úgy ment közéjük, hogy ti csak ezek vagytok, nektek jó lesz az is. Testileg, lelkileg ő vitte oda be a nívót, a színvonalat. Megtisztelte őket azzal. Azt mondta ebbe a sárba döngölt templomba, amikor imádkozzuk a Szentmisét, ugyanaz, mint a párizsi Notre Dame. Ugyanaz. Fölemelte őket. Szóval nem az az irgalom, hogy valakikből, szociális rétegből, családból, vagy emberből azt mondja, ó, belőled csak ennyit nézek ki. Az irgalom nem ilyen lenézés. Aztán az irgalom nem az, hogy megbocsátok, de nem feledek. Megbocsátok szóban, mert ezt ki kell mondanom, én jó katolikus vagyok, és aztán igazából belül mégsem bocsátok meg. A pszichológusok úgy szokták mondani, hogy ezek lesznek a passzív-agresszívek. Ez anyós, meg tudunk mi előjárók is lenni az egyházban is ilyenek, hogy azért a háttérből, ahol lehet, itt-ott szurkálunk egyet, meg beszólunk, meg kritizáljuk a másikat. Irgalmas vagyok, persze, de azért ahogy csak lehet, a háttérben agresszív vagyok. Ez nem irgalom. Aztán nem irgalom, amikor azt mondom, hogy majd én megmondom, hogy neked mi a jó. Helyetted eldöntöm, hogy mi a jó. Két sarokpontot hadd mondjak. Ilyen az abortusz, hogy majd mi megmondjuk, hogy jobb annak a gyereknek, ha nem születik meg. Neki is jobb, kismama, ne tessék szenvedni vele. Neki is jobb. És ugyanígy az eutanázia az élet vége, hogy ne szenvedjen a mama, majd mi eldöntjük, jobb úgy neki. És ezen túl is számtalan olyan helyzet van, mintha mi tudnánk, hogy a másiknak mi a jobb. Amikor én eldöntöm neki, hogy mi a jobb, akkor mindig kiskorúsítom a másikat. Az irgalom nem kiskorúsít, majd mindjárt mutatunk erre példákat, hanem az nem irgalom. Nem irgalom, amikor hatalomszövésre használjuk, hogy egyiknek irgalmas vagyok, másik felé nem. Valakinek többet szabad, van akinek nem. Egyházban is tudjuk ezt nagyon szépen művelni, hogy valamit valakiknek jobban lehet, és másoknak nem. Amikor erre használjuk az irgalmat, az egy gyalázat. Hogy nem a szeretet rendjét, az ordo caritatis építjük, hanem hatalomszövésre használjuk az irgalmat. És nem az, ami katolikus körökben legyünk önkritikusak, végig önkritikus leszek, jó? Ferenc pápa ezért mondta, hogy beszéljünk csak az irgalomról, hogy majd magától elmúlik. Családokon belül, hogy alszunk rá egyet, meg kicsit összerúgjuk a patkót, külön megyünk, és majd magától elsimulnak a dolgok. Ez a magától, ez kérem, ez a jámborkodás, hogy atya köztünk nincs hangos szó soha. Hát én nem lennék a te férjed, az biztos.
hogy nem lehet visszaszólni, vitatkozni, nem veszekedni, vitázni. Tehát, hogy ez a magától majd csöndben vagyunk, és alszunk rá, és a távolság, meg ez nem. Nagyon szeretném mondani, hogy az egyházban azt látjuk, hogy a sebeket komolyan kell venni. Pió atya, Teréz nővér, Szent Ferenc, nem olyanok, akik a sebeket semmibe veszik. Nagyon komolyan veszik a világ sebeit. Nem az az irgalom, hogy legyintünk, hogy semmi nem történt, elfelejtjük. Az irgalom a sebeket komolyan akarja venni. Tehát ne legyintsünk. Ezek nem jók. Ezek nem jók, és az a baj, ezt így hívja Kasper, hogy ezek ilyen pseudo-irgalmat jelentenek, ilyen álirgalmasságot. És ezzel az a baj, testvérek, hogy sokkal rosszabb, mintha semmit nem csinálsz. Mert azzal ámítod magad, hogy megtettem, irgalmas vagyok. Hogy lenéztem, meg kiokítottam másikat, meg én helyette. Rosszabb, mert azt hiszed, valamit tettél. Ugyanilyen az imádság, hogy rosszabb, amikor az ember azt hiszi, imádkozott, mikor elhadart szavakat, és kipipálja, hogy teljesítettem. Tehát a pseudo-irgalmat nem akarjuk. Ezt nem akarjuk. Bonhoeffer, úgy mondja evangélikus teológus, ezt úgy hívja, hogy olcsó kegyelem. Hogy Isten a bűnt, ez semmibe veszi, és mindenkit behajt a mennyországba, ez olcsó kegyelem, és nem akarjuk az olcsó kegyelmet. És hadd mondjam azt, amit mond Kasper, hogyha az egyház elkezdi hirdetni az apokatasztászis stand, hogy Isten a végén mindenkinek minden szépen megbocsát, és semmi nem történt, tehát ha az Isten is ilyen könnyedén veszi a bajt, a sebeket, azt mondja Kasper, ha az egyház úgy beszél a bűnökről, a sebekről, hogy semmi nem történt, akkor az egyház nem emberbarátabb lesz, hanem felesleges. Tehát ha mi az irgalomról úgy beszélünk, hogy semmi baj nem számít, nem közelebb kerülünk az emberekhez, és emberbarátabbak leszünk, hanem saját magunkat tesszük fölöslegessé. És az egész nagypénteket tesszük fölöslegessé. Tehát nem célunk egy olcsó irgalmasságról beszélni. Az irgalmasságban, és majd ezzel is fogom befejezni, van egy dráma, és ezt a drámát, ezt ne lopjuk ki. Ne lopjuk ki a küzdelemből. Na, megyünk tovább. Hát mi az irgalom? Az irgalom, kérem, az a Szent Háromságnak a felénk fordulása. Ne beszéljünk úgy, ez dogmatikai tévedés lenne, hogy az irgalmasság az a Szent Háromságon belüli szeretethez tartozik. Itt nagyon kényesen kell beszélnünk, tudnilik az Atyaisten nem irgalmas a fiúhoz. Miért kellene irgalmasnak lennie? Tehát az irgalom nem a Szent Háromság szeretet relációjának a közepében van, hanem a felénk fordulásában. Az irgalom annak a szeretetnek a tükre, az a felénk fordulása, ami a Szent Háromságon belül van. Tehát a Szent Háromság felénk irgalmas, a felénk fordulásában irgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ez a felénk fordulás, ez tulajdonképpen maga Krisztus. Ugye az önközlésnek, a szentháromságos önközlésnek a csúcsa a Krisztus esemény. Az irgalom csúcsa az nem szabály, hanem maga Krisztus. Ezért nagyon nehéz irgalmasnak lenni, mert nem szabályokat akarunk alkalmazni, az irgalmasság elnéző szabályait, hanem Krisztus szeretetét. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmiféle morális szabály, egyházi törvényhozás, családi szokások, semmik nem tudják utolérni egy személy szeretetét, Krisztus Urunknak a szeretetét. Tehát ezért küszködünk, hogy Krisztus szívével én hogy szeressek. De ez egy jó küzdelem, tehát az irgalom maga Krisztus személy, nem elveknek, szabályoknak az alkalmazása. Aztán, hát ez egy nehezebb ábra, ez arról szól, hogy tessenek nézni, Istennek két kinyilatkoztatása van. Van az általános, a teremtéssel, és van a kategóriális, konkrétan Ó és Új Szövetség. A teremtésben kapunk eszet, értelmet, és megalkotjuk a filozófiai istenképet, e szerint Isten maga a lét, Arisztotelész, a tökéletes lét, az abszolútum, és ennek a tökéletes létnek a filozófia, a természetes kegyelem. A filozófia alapján mik a jellemzői ennek az Istennek, hogy Isten igaz, jó, szép, egy, tökéletes, transzcendentálék. És jön a bibliai kinyilatkoztatás, a kategóriális,
Ó és új szövetségben milyen Istent látunk, Isten az a Jahve, aki velünk van. Együtt zarándokol a népével Ószövetségben, és Krisztusban is azt kapjuk, hogy velünk zarándokol a történelemben, fölveszi az emberi természet az unió hipostatikában. Isten egy olyan lét, aki velünk lét. Isten irgalmas, együtt szenved. Vándorol velünk. És tetszenek látni, hogy itt van, a kettő között bizony itt van összetartozás, de itt van egy különbség az igazság és az irgalmasság. Tehát, hogy Isten hogy irgalmas, hogy igazságos, ezt nehéz összeegyeztetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egy szinten vannak ezek a fogalmak, hanem Isten milyennek mutatja maga, ez több, ez mindig több, amit Isten konkrétan mond magáról, mint az általános kinyilatkoztatás, ebben a többen milyennek mutatja magát, nem ilyennek, hogy én vagyok a mozdulatlan mozgató, a szenftelen abszolútum, a matematikailag igazságos, hanem olyannak mutatja magát, mint aki irgalmas. Tetszenek érteni, a hangsúly hol van? Az irgalmasságon van. Egy dráma, hogy az irgalmat és az igazságot hogyan lehet összeegyeztetni. De ezek nem egyenrangú fogalmak. Isten a kategóriális kinyilatkoztatásban az irgalmas oldalát mutatja nekünk. Szó sincs arról, hogy ezt semmibe vesszük. Szó sincs arról, hogy a Biblián kívül ne kellene a filozófia. Nem vagyunk protestánsok. Tehát igenis kell a filozófia is, nem csak a sola scriptura, kell az egész hagyomány, kell az emberi bölcsesség, kell mind a kettő, ezek egymást tisztítják, csak ha hangsúlyt kell tennem, akkor azt mondom, hogy az irgalmasság az első. Krisztus Urunkon végig azt látjuk, hogy inkább ezt képviseli, inkább az irgalmasságot. Na, akkor kezdjünk bele, irgalom a tett után. Hát ha ezt a szót kimondjuk, hogy irgalom, akkor tulajdonképpen az jut eszünkbe, hogy a baj után, a bűn után Isten hogyan irgalmas hozzánk. Mit jelent a bűn? Hát aki nálam vizsgázott, vannak itt egy páran, tudják, hogy aki a bűnt nekem úgy definiálja morális vizsgán, hogy aki szándékosan és tudatosan megszegi Isten parancsát, az páros lábbal rúgom ki. Tehát a parancsok mire valók? A katekizmus így mondja, a bűn szeretetlenség. Az összes első áldozónknak ezt kéne elragozni, a lopás miért bűn, mert megszegtem a 8. parancsot, vagy hanyadikat. Hanem azért, mert megsérted a másikat, elveszed az övét, sérted a saját becsületedet, meg sérted az isteni rendet, hogy szeretetlen vagy az alapvető szeretet irányokba. Az első áldozókkal így az összes bűnt, az ők is szintjüknek megfelelő bűnt végig szoktuk venni, hogy miért bűn a hazugság, miért bűn a szemetelés, hogy miért szeretetlenség, mert megszegtük az 5. parancsot. Tehát nem értik, nem is bánják. Tehát a bűn szeretetlenség. A szeretetlenség az, az egyik definíció. A másik pedig az, hogy ehhez tartozik szorosan, hogy egészen még János is erről beszél, János apostol, hogy a bűn hitetlenség, elfordulás az Istentől, és ezt fölveszi majd Szent Ágoston, Szent Tamás, és megjelenik a katekizmusban is, a bűn averzió, elfordulás az Istentől. Tehát ez a lejtő, ez a bűn. Hogy a Szent Háromság hív önmagához, és én itt elkezdek ebből kicsúszni, lecsúszni, elcsúszni. Averzió, elfordulok Istentől, elfordulok a szeretettől, szeretetlen vagyok. Az első áldozó hittankönyveket, de középiskolás felnőtteknél is át kell írni ezt a fogalmat, hogy a bűn az nem átírni, visszahozni az eredetit. Nyilván a parancsok Isten szeretetét akarják tükrözni. És ilyen értelemben jó az a definíció, hogy a bűn Isten parancsának a megszegése, de melyik parancsának? Hát a szeretet parancsának. Rendkívül morgok arra, mindegy, nem akarok erről beszélni, hogy a hegyi beszédet, a krisztusi töbletet mi a 10 parancs alapján tanítjuk a gyerekeinknek. Még mindig a 10 parancs is, a hegyi beszédet csodaszépen elfelejtjük. Ránk az új hegyi beszéd, az új Mózes, az új morál, az a hegyi beszéd, a 8 boldogság. Abból kellene levezetni. Na, tehát a bűn ez. Na most az a kérdés, hogy itt mit csinál az Isten? Tehát amikor elkezdünk lecsúszni el, és mély ponton vagyunk, ott hogy irgalmas hozzánk az Isten, amikor mi szeretetlenek vagyunk? Hát az első az, hogy fárad értünk. Tehát nem az a mozdulatlan mozgató, aki, visszamegyek, aki ott ül dicsőséges trónján,
És azt várja, hogy Pista fiam, ezt jól elbénáztad, majd megítélek, hanem tessenek nézni, ide lejön értünk, pokolra száll. Nagypénteken ezt ünnepeljük, hogy Isten fárad a bűnösért. Fárad értünk. Sokat kellene mondani gyerekeinknek, családjainknak, híveinknek azt, hogy mélyponton értünk jön az Isten. Mélyponton értünk jön az Isten. Tehát, hogy fárad, nem egyszerűen vár, hogy én megmondtam, amit megmondtam, aztán aki megtartja, megtartja, hanem jön értünk. Most ez azért fontos, mert az egész Krisztus esemény, az egész nagypéntek, az mind ez a fáradtság, hogy megyek értetek, megyek a bűnösért, és a jó pásztor ikonját raktam ide, aki ugye megy, fárad az elveszett bárányért, és itt szeretjük az ikonográfiában mutatni, ahogy megragadja itt ennek a báránynak a lábát, majd ugyanezt a megragadást fogjuk látni a húsvéti ikonon, ahogy megragadja a mélyponton, a halálban lévő Ádám Évát, és így ragadja őket föl a föltámadásba. Tehát Isten fárad a bűnösért. Nem azt mondja, hogy alszunk rá egyet, majd lesz valahogy, elfelejtjük, hanem fárad érte. Tehát aki irgalmat akar családban, egyházközségében, tessék fáradni érte. Nagyon szeretem Barsi Balázsnak ezt a definícióját. Azt mondja, hogy a pap tulajdonképpen Isten megesett szíve. Többször olvassuk azt, hogy Krisztus látja a népet, és megesett a szíve rajtuk. És azt mondja Balázs atya, nagyon szép ez a definíció, hogy mi papok tulajdonképpen Isten megesett szívei vagyunk. A népen, ahogy megesik Istennek a szíve. Ezt kellene folytatnunk. Ezt az irgalmas, érted jövök, érted lettem pap, érted adtam az életemet, ezt folytatni. Ebben, ahogy fárad az elveszettért, ebben van egy dráma, ami majd nagypénteken fog kicsúsosodni, és a kereszténységből ne lopjuk ki ezt a drámát. Elénk jön ennek a tékozló fiú az egyik legszebb példabeszéde, ahogy elénk értünk jön a mélypontra. A dogmatika ezt úgy hívja, hogy grácia preveniens, elénk siető kegyelem. Ahogy az atya siet a fia elé, az nem egyszerűen egy ilyen barátságos lépegetés, hanem úgy mondják, hogy ahogy a harci szekerek mentek az ókorban, ellenállhatatlanul, nincsen bucka, meg semmi, megyünk, ez az atya így futott a fia elé. Futott elé, ellenállhatatlanul futott elé. Bloom atya úgy mondja, Anthony Bloom, ez nekem sokat jelentett, mikor ilyen száraz lelki időszakon volt, azt mondja, nincs hatalmadban megidézni az Istent, de elűzni se tudod. Tehát az sincs a hatalmadban, hogy elzavard az Istent. Hogy én bűnös vagyok, méltatlan vagyok, és én nem vagyok méltó, hogy templomba menjek meg. Szó sincs, el se tudod zavarni az Istent. Ellenállhatatlanul jön érted. Nagyon nagy vigasztalást tud ez jelenteni mélyponton. A grácia preveniens mit jelent? Azt jelenti, hogy a nulladik lépést az irgalom teszi meg. Tehát nem azt mondja, ha majd megjavultál, akkor megbocsátok, hanem előbb irgalmas vagyok, előbb átölellek és érted jövök. Előbb. Hogy majd gyere ki ebből a mélypontból. Ez az elénk siető kegyelem, ez miért fontos? Mert a metanoia fogalmat úgy szoktuk lefordítani, a metanús azt jelenti, hogy a gondolkodás módnak az átfordítása. Magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szedd össze magad. Gondold át az életed, meg ilyenek. Hölgyek, urak, ez nem egy semleges történés. Ez nem egy pszichológiai folyamat, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, hanem engem már körülvesz az irgalomnak a légköre. Magyarul azért tudom összeszedni magam, azért tudom átgondolni az életem, mert már az irgalom áttölel engem. Tehát ne beszéljünk úgy az irgalom a megtérésről, mintha ez egy emberi teljesítmény lenne, aki majd oda talál az Istenhez, hanem tök fordítva van. Előbb értünk jön az Isten, és azért fogunk tudni megtérni. Zsoltáros is mondja, hogy téríts meg minket, Urunk, és mi megtérünk. Tehát morálisból szeretnénk képviselni, hogy nem önmegváltás van. Nem önmegváltás, hogy én nagyon felvilágosodom, Szokratésznak az intellektualizmusa a mai napig kísért minket, hogy én nagyon felvilágosodom, azt mondja, hogy Szokratész bűnt csak tudatlanságból követünk el. Ha elég sokat tanulunk, tapasztalunk, akkor már nem leszünk rosszak. Hát dehogy nem.
Tehát, hogy intellektualizáljuk a gonoszt, a rosszat. Hogy rengeteg pszichológiai könyvet elolvasunk, és ilyen önjelölt pszichológusok leszünk, hogy ez nem így megy. Hogy az ember önerőből a mélypontról ki tudja húzni magát, hanem ahhoz, hogy én helyesen térjek meg, helyesen gondolkodjak, helyesen szedjem össze magam, ahhoz előbb van az Istennek az áttölelő irgalma. Tehát az egész megtérés, az egész etika, úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem tannak a következménye. Az első a kegyelem tan, az irgalmasság, és utána jön minden más. Ezt a mondatot, hogy mélyponton értünk jön az Isten, én ezt nagyon sokat szoktam mondani. Mert ugye az marad meg, amit a tanár meg a pap sokat mond. És én ezt nagyon sokat mondom, mélyponton sarokba szorítva, mindegyikünknek ilyen sarokba szorított gondolatai vannak. Mélyponton sötét gond, mindenkinek sötét gondolata, bűnnel hogy lehetne kitörni. Tehát sarokba szorítva nincsenek jó gondolataink, hogy ez adjon már egy nyugalmat, hát ha eszébe jut az embernek mélyponton, hogy elénk jön az Isten, értünk jön az Isten, és akkor utána meglátjuk, hogy kell innen kijönni. Aztán az irgalomra jellemző menteni a menthetőt. Ez egy régi morális alapszabály, hogyha már tört bármi, elváltál, megözvegyültél, bűnös voltál, mindegy, bármi miatt is tört, a morális alapszabály tovább. Menteni a menthetőt. Nem, ugyanaz már talán nem lesz, de hogy van tovább. Amit Krisztus uruknál látunk itt az asszonnyal, hogy nem azonosítja a bűnöst a bűnnel. A bűnöst szeretem, a bűnt nem. Tehát ez a differenciálás, ez a személyes méltóságunkhoz tartozik, kell lesz nekünk sokat képviselni, hogy nem attól ember az ember, hogy mennyit dolgozik, meg hány gyereket szült, meg cigány vagy nem cigány, meg rokonom, meg nem rokonom. Előbb van a személyes méltóság, utána a teljesítmény. Ezt válasszuk külön saját magunkban, gyerekeinkben, tanítványainkban, az Isten képiség, ikonarcúság, az az első. És csak utána jönnek a tetteink és a teljesítményeink. Ilyen értelemben az időnek hangsúlyozni kellene a remény jellegét, reményt. Hogy mindig arról beszélünk, hogy az idő múlik. Borzasztó, mintha hitetlenek lennénk. Kérem, mióta Krisztus elment a mennybe, és azt mondta, hogy az idők végén találkozunk, onnantól kezdve az idő, ahogy múlik az idő, nem egyszerűen a halál felé megyünk, hanem Krisztus felé megyünk. És mindegy, hogy ő jön hamarabb, vagy én halok meg hamarabb, de hogy az időm múlik, az egyszerűen azt mondom, visz Krisztushoz az idő. Az időben van egy remény. Megyünk Krisztushoz. Ez úgy hiányzik a beszédünkből, hanem múlik, mint a hitetleneknél, halál felé. Tehát amikor találkozom egy bűnössel, és neked van még egy napod, mindegy hány éves vagy, mi történt, megnyílt még egy napod, megnyílt még egy órád, elkezdheted az új évet, az idő megnyílik, és még ad sanszokat, lehetőségeket. Az idő a remény hordozója, hogy te még mentheted a menthetőt, még neked is van valahogy tovább, és még lehetsz boldog. Aztán a tökéletesség. Hát ezzel, ez pszichológus hölgyekkel sokat beszélgettünk arról, hogy a katolicizmusban van egy olyan görcsös perfekcionizmus, ami árnyékot vet ránk. Nem véletlenül veszi elő Ferenc pápa. Mit látunk? A konkolynak a példabeszédét látjuk, ahogy itt együtt nő a konkoly a búzával, és majd utána ugye a konkolyt bedobják a kemencébe, a búzát beviszik az Isten csűrébe, de hogy itt az Isten irgalmas, türelmes, a konkolyt megtűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tökéletesség mit jelent a kereszténységben. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Tessenek megnézni egy Vénusz szobrot, csodaszép női test, vagy egy Zeus szobrot, Bécsben van egy csodaszép, mint egy Isten, olyan csodaszép férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. És nekünk nem arra kell tölekedni. Péter apostolunk hol volt hibátlan? A szentjeinken azt látjuk, hogy nem hibátlan emberek, viszont miben hibátlanok? A bibliai tökéletesség azt jelenti, hogy tökéletesen ráhagyatkozom az Istenre.
így konkolyokkal együtt, hogy együtt működök ezzel az is, szövetség, együtt működök ezzel az irgalmas Istennel. Abban legyél tökéletes. Tulajdonképpen ezt hívjuk lelki szegénységnek. Erről annyi zöldséget összehordtunk. A lelki szegénység, ez a ráhagyatkozás az Istenre, és nem csak egy passzivitás, egy együttműködés, ahogy Mária csinálja, passzívan engedi, hogy megtermékenyítse őt az Isten, mi az ő hivatása, és utána Mária aktívan megszüli azt a gyereket, felneveli, ott áll a keresztje alatt, eltemeti. Mária aktív, de hogy így együttműködik a kegyelemmel. Ez a Máriás lelkület. Na, szóval ez a tökéletesség, ez a lelki szegénység, és nekünk erre kell törekedni. Tehát ezt azért mondom, mert kutyuljuk, és azt hiszük, a morálisnak is az a célja, és szoktam ilyet kapni, hogy nem kell moralizálni, hanem szentté kell válni. Óvat, a morálist ki ne szakítsuk a kereszténységből. Kell moralizálni. Csak nem az a cél, hogy minden konkolyra lecsapjunk. Bocsánat, mikor jönnek hozzánk, mi atyák tudjuk ilyen piszmogó bűnöket gyónni, amit meg se kéne gyónni. A piszmogó bűnöket meggyónom, mert az orrom előtt vannak, anyámmal összevesztem, de az, hogy nem hozok meg nagy döntéseket például, nem is bűn. Nincs ilyen a bűnkatalógusban, hogy nem hozok meg életkoromnak megfelelő nagy döntéseket. Nincs ilyen bűn. És 8 évig meddő vagyok, nem veszem el a piroskát, nem lépek be Ferencesnek, ott topogok, és nem hozok nagy döntést, és meg se gyónom, hogy életemnek ez a rákfenéje. Meggyónok piszmogó bűnöket. A trienti zsinat nem viccből mondja, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell annyit foglalkozni, mert sokat foglalkozunk vele. Perfektek akarunk lenni, így. A nagy bűnökkel kell foglalkozni. A konkoly nem azt jelenti, hogy minden bűnt megtűrünk, hanem akarunk búzát. Tehát az számít konkolynak, ami megöli a búzát. Amivel lehet együtt élni, úgy hívjuk a bocsánatos bűnök, piszmogó bűnök. Hogy azokat úgy tűri az ember az életében, szemmel tartom, de nem azzal kéne foglalkozni, hanem olyan konkolyt nem akarok megengedni, ami megöli a termést. Azt nem. Az irgalmasság nem ezt jelenti. Na, szóval mi úgy tartjuk magunkról katolikusok, hogy a keresztény vallás abszolút vallás. Mert nem egyszerűen, hogy mondjam, alulról tapogatózik, hanem föntről Krisztus Urunk alapítja. Abszolút vallásnak tartjuk magunkat. Az ortodoxok nem is szeretik a kereszténységet vallásnak nevezni, hogy ők nem egy vallás a többi közt. Ők ortodoxiának hívják magukat, igaz hitnek. Tehát, hogy a kereszténységben ott van ez, hogy a teljes vallás. Ott van bennünk, minden pap arról prédikál, tessék meggyóni, megjavulni, minden bűnt letenni, ott van bennünk egy állandó perfekcionizmus. És ez nyomot üt rajtam, nincs önbizalmunk keresztényeknek. Önbecsülésünk, nyomot hagy a házasságunkon, állandóan noszogatjuk egymást. Otthon nem lehet hibázni. Az egyházban, ha valami rosszat csinálsz, azonnal koppintanak a fejedre. Szóval én értem, hogy a kereszténységben ott van a tökéletes vallás, értem. De hogy ne erre törekedjünk, erre a hibátlanságra, hanem abban akarok hibátlan lenni, ahogy ráhagyatkozom az Istenre, és együttműködök vele. Ki nézze csak meg, hogy ő hol nagyon, nagyon perfekcionista. Aztán az irgalom nem arra való, itt a legfontosabb a korbács, ugye megfogja a korbácsot, és kihajtja a népet. Az irgalom nem arra való, hogy a rossz működését állandósítja. Magyarul, hogy minden este félholtra ver a férjem, de én milyen irgalmas vagyok. Az irgalom nem erre való. Nem azt látjuk Krisztus Urunkon, hogy bántani akarja ezeket, hanem többet néz ki belőlük. Tudnátok ti itt imádkozni is akár. Tehát az irgalom nem bántani akar megtorolni, hanem többet akar kinézni a mások. Képesek lennétek itt imádkozni, de nem arra való az irgalom, hogy van egy rossz, és akkor állandósítjuk, hozzájárulunk a rossznak a működéséhez. Ratzinger így mondja, hogy az irgalom határt szab a rossznak. Így. Határt szab a rossznak. Tehát az, hogy drámai helyzetben igenis az ember megteheti azt, hogy polgárilag lehet, hogy el kell válni. Azokat a kiskorú gyerekeket menteni kell. Tehát lehet olyan helyzet, ahogy cselekedni kell, mert az irgalom nem jelent butaságot, hanem igenis olykor cselekszik. Itt nagyon nehéz okosnak lenni, és mikor hitoktatóként, lelkipásztorként tanácsot kell adnunk,
Itt nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, hogy okos is legyek, meg irgalmas is. De szeretném azt a szöveget leszúrni, hogy az irgalom nem buta. Nem buta, hanem a rosszat nem akarja fönntartani. Aztán irgalom, hát bármivel fordulhatunk az irgalmas Krisztushoz, bármivel. Tehát az irgalom előtt nem kell szégyenkeznünk. Ez az egyházunkra vonatkozóan, itt látunk ugye a vérfolyásos asszonyt, látunk itt vakokat, púpos asszonyt, ott van az ördögtől megszállott, tehát látunk itt mindent. Nem szégyelnek Krisztushoz fordulni. Az egyház ne legyen az a perfekcionista közösség, az az elit zárt közösség, akihez csak bizonyos emberek tartoznak. Ferenc pápánk ezért noszogat minket. Elég zárt klub lettünk. Hanem folytassuk csak a legszebb hagyományunkat, az egyház bűnösökből álló közösség. Szent egyház, de bűnösökből áll. Tehát van helyed neked is, mindenkinek van helye ebben az egyházban, nem kell szégyenkeznünk. Aztán az irgalom okos, megint csak előhozom ezt a fogalmat. Ma már mindenre azt mondják, okos telefon, okos hűtőszekrény, okos izé, ezt a Biblia régebb óta használja. Az irgalom legyen okos. Tehát azt látjuk az irgalmas szamaritánuson, ugye itt kifosztják őt a rablók, ott vannak a sebei, Krisztus bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, ott hagy egy kis pezetát. Hogy nem azt látjuk, hogy az irgalom ott elkezdi mondani a mi atyánkot, jámborkodik, és nem azt látjuk, hogy a fél vagyonát itt hagyja, hanem egy szakszerű okosságot látunk. Tudja, hogy mit kell csinálni, a sebeket hogy kell fertőtleníteni, és hölgyek, urak, itt egy elég jól kiszámolt összeget hagy. Nem egy esztelen összeget. Tehát az irgalom szakszerű. És igenis, ha akarunk szakszerűen irgalmasak lenni, továbbképzés, felnőtt tanulás, a munkatársainknak az állandó képzése, szakszerűnek lenni, és bizony a pénzt is beosztani, hogy mennyit költünk migránsokra, mennyit a saját családjainkra, okosnak kell lenni. Tehát a véges lény akar szeretni, akarunk mi jól szeretni, hogy a hegyi beszédben mondja Krisztus, de mivel nem vagyok Isten, be kell osztanom szívemet, idegeimet, energiámat, életemet, pénzemet, be kell osztanom, és azt szeretném, hogy pont oda jusson, ahová kell. Tehát, hogy okosan akar az irgalom működni. Ne lopjuk ki az irgalmasságból az okosságot. Aquinói Szent Tamás így mondja, az irgalom nem csak affektív, hanem effektív. Tehát nem csak ilyen együttérző jámborkodás, hanem cselekvés, együttműködés az isteni szinergiában, az isteni kegyelemmel, hatékony akar lenni. Az irgalomnak mi a célja, tessenek nézni, ezt az embert talpra állítani. Tehát nem jámborkodni és nagy érzelmekkel mellette lenni pusztán, hanem azt akarja, hogy menjél holnap dolgozni, állj a talpadra, hozzál döntéseket, menjél gyereket szülni. Tehát, hogy tessék, menjél tovább. Az irgalomnak célja az, hogy talpra állítsam a másikat, és effektív akarok lenni, nem csak affektív. Az irgalomnak a csúcsa az a keresztfán jelenik meg. A keresztfa egy kimeríthetetlen misztérium, mindannyian tudjuk, csak a körmeneteinket ezért szeretjük a templomban, akárhogy megspóroljuk, tessenek csak tartani azokat a körmeneteket. Azt jelenti a körmenet, hogy nem belemegyek a misztériumba, hanem körüljárom a misztériumot. Egész életünkben körüljárogatjuk újra és újra mindig a misztériumot, és a kereszt is egy ilyen misztérium. Annyit hadd mondjak hozzá, hogy egyrészt a kereszt az a szabadság fája. Hogy felszabadít, hogy tudsz te keresztre feszített állapotban is, tudsz te is szeretni. Tehát a préselő körülmények lehetnek, ilyen a te férjed, a főnököd, hogy a körülmények lehetnek nagyon préselőek, de pont azt látjuk a keresztnél, hogy Krisztus a préselő körülmények közepette is szeret. A szabadság fája a kereszt. Hogy én akkor is tudok irgalmas lenni, és máshogy gondolkodni, és viszonyulni mindenhez. Tehát egyrészt a szabadság fája, másrészt, hogy itt Krisztus Urunk nem csak egy bölcs tanár, próféta, hanem ő a megváltó. Ő nem csak példát mutat, hogy emberek így is lehet irgalmasnak lenni a végsőkig, hanem ő ontológiailag megvált minket. Magyarul
nem csak példát hagy ránk, hanem minket képessé tesz. Tudok én is így viselkedni. A legbrutálisabb körülmények között is tudok irgalmas lenni. Nekünk ez a dolgunk. Tehát Krisztusra úgy tekintsük, hogy tudok én is. Az unió hipostatika, hogy vitte az emberi természetemet a megdicsőlésbe. Az én természetem is képes arra, hogy ne agresszívan vagy szeretetlenül, gonoszul viselkedjem. A keresztről még egyet, hadd mondjak, Baltazár azt mondja, hogy a kereszt a győzelem fája, és a győzelem fáját azt a győzelem egyházában ünnepeljük. Ez azért fontos, hogy azt mondja Baltazár, az egyházban mi nem egy kétes ajánlatot kapunk, a Yin és Yang jel, tudják, volt egy ilyen keresztény oskola, ez volt a ballagási tablójukon, Yin és Yang jel. És úgy szóltak a városi emberek, hogy keresztény iskolában Yin és Yang jel, semmi közünk a Yin és Yang jelhez. Na, a Yin és Yang jelben nem lehet tudni, hogy a fekete fog győzni, vagy a fehér. A jó vagy a rossz, nem lehet tudni. A keresztfában azt látjuk, hogy ez egy győztes fa. Tehát magyarul az egyházban mi egy győztes ajánlatot kapunk. És nem egy kétes ajánlathoz csatlakozunk, hanem a győztes ajánlathoz csatlakozunk. Szóval hihetetlen erő van abban, ha a keresztet sokat szemléljük. Aztán Tamás apostolnak a története. Hát ez nagyon izgalmas. Ugye az történik, hogy Tamás nem hiszi azt, hogy Krisztus föltámad, csak Tamás mit csinál? Együtt marad a többi apostollal. Hölgyek, urak, ez nagyon fontos. Tehát, hogy előbb együtt maradni, és majd berken belül, kinek érettebb a lelkiismerete, kinek éretlenebb, vagy a hite, vagy a házassága, előbb együtt lenni, berkeken belül, és majd utána fogtok fejlődni. Ezt én egy evangélikus moralistánál találtam, aki a kompromisszumról írt, mi katolikusok addig merünk írni a kompromisszumról, és azt írja, hogy Pál miben enged kompromisszumot, és miben nem. Abban nem enged kompromisszumot, hogy ti maradjatok együtt. Az egyik ugye mer enni a bálvány húsból, a másik nem mer enni, és akkor azt mondja, hogy az erősek azok legyenek tekintettel a gyengékre. A gyengék meg tanuljanak az erősektől. Tehát majd maradjatok együtt, majd egymást viszitek fölfelé. Hogy abban van kompromisszum egyelőre, hogy most egy morális szabályt hogy tartunk be, hogy nem. Abban nincs kompromisszum, hogy maradjatok együtt. Tetszenek érteni? Előbb együtt lenni, és majd akkor itt fölkaroljuk azt, akinek a hite, a moralitása, az még nem jár olyan szinten. Még egyszer mondom, úgy érzem, szerintem Argentinából kellett az a pápa, aki jobban rálátott Európára és az európai katolicizmusra, hogy egy zárt klub lettünk. Az a jó katolikus, akinek a hite úgy van, ahogy a katekizmusban benne van. Azért tetszenek tudni, nem tudom, Magyarországon szerintem a legjobb dogmatanár Puskás Attila, ha bármelyikünknek le kéne nála szigorlatozni dogmatikából, nem tudom, hányan mennénk át. Mindent pontosan úgy hiszünk, ahogy azt az egyház előírja. Mindegyikünk hitében vannak cölöpök, vannak ingoványok, vannak homályok. Az a jó katolikus, aki morálisan, tökéletesen hibátlan, és az a jó katolikus, aki kánonjogilag a keresztsége, bérmálása, házassága tökéletesen rendben van. Tetszenek érteni, ha ezt keressük, az nagyon kevés ember. És szerintem Ferenc pápa ezt látta meg, hogy magunkra zárjuk az ajtót. Hogy csak aki katolikus, aki mindent úgy hisz, morálisan és kánonjogilag is, házassága is, minden tökéletesen rendben, az a katolikus. Ez így nem jó. Nyilván ilyen koncentrikus körökben igyekszünk egyre közelebb kerülni a Szent Háromsághoz, de az is hozzám tartozik, aki évente egyszer jön el pászkát szentelni húsvétkor. Az is hozzám tartozik. És keresem azt, hogy hogy lehetne őt egy körrel beljebb hozni, meg még egy körrel beljebb hozni. Tehát ne zárjuk magunkra az ajtót, hogy egy ilyen zárt klub legyünk. Először tartozatok hozzánk, ezt az apostolok nagyon jól csinálták, és aztán majd Tamásunknak a hite ott fog érlelődni a közösségen belül. Morális. A morálisban nagyon fontos, ugye ez az alapdöntés, az opció fundamentális, a mai morál teológiában ez ennek nagyon fontos tehát ez egy nagyon fontos fejezet. Az opció fundamentális azt jelenti, hogy mindenkinek van egy transzcendens alapdöntése a Szent Háromság, a jóság, az igazság felé, a szeretet felé, és annak is, aki ebből ki akar csúszni, annak is van egy alapdöntése, egy negatív alapdöntése.
Van mindenkinek ez a meghívottsága, alapdöntés a Szentháromság felé, és elindulunk, és tetszenek tudni, van úgy, hogy megtörik az A terv, és akkor jön a B terv. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van B terv, tehát ha megtört bármilyen bűn miatt is az életed, van valahogy tovább. Az opció fundamentális ezt akarja hangsúlyozni, hogy te ebből, ha nem akarsz, nem tudsz kipottyanni. Tehát mikor jönnek hozzánk, hogy atya, összetört az életem, kicsúszott a lábam a talaj, minden összedőlt, minden nem. Az opció fundamentálisod lehet, hogy nem tört össze. Az, hogy hív téged az Isten, biztos, hogy nem tört össze, mert az nem rajtad múlik. Elzavarni se tudod. Tehát ez egy kapaszkodó, hogy minden nem tört össze, minden elveszett, nem érdemes tovább élnem, nincs tovább jövőm. Ugye ezek a dumák nem, ez nem keresztény. Az opció fundamentális, te úton vagy a Szent Háromság felé. Eltört valami, a te bűnöd miatt, a másik bűne miatt, de van tovább. Ez az irgalom, hogy van valahogy tovább, és te még üdvözülhetsz, te még lehetsz boldog. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az A és a B tervhez, ha már most nagyon leegyszerűsítve mondom, sematikusan, bocsánat, más a hangnem. Az A tervet igényesen kell tanítani. Gyermekem, te csak válasszál igényes pályát, igényesen házasodjál, vagy hozd meg a szerzetesi papi döntésedet. Tehát igényesnek lenni, és ha megtört az A terv bármi miatt, akkor itt már az jön, hogy menteni a menthetőt. Itt jön az irgalom. Hölgyek, urak, néha azt érzem, fordítva csináljuk, hogy az A tervnél ilyen lagymatag hangon beszélünk, hát lehet azt így is, meg nem olyan nagy baj az, hogy az A tervnél vagyunk ilyen tutyimutyik, és mikor eltört a szegény gyermekünknek az élete, akkor itt kezdünk el keménykedni. Nem ott kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél hozzá? Mondok példát, volt egy diákom, 17 évesen terhes lett. És ilyen gömbölyű hassal elkezdett járni egyházi iskolába, és hát én mondtam, tehát az összes tanár hogy viszonyult hozzá, hogy képzeled, micsoda bűnös és fertő, és jössz ide a többiek közé. És én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem tőle, hogy hozhatok egy kis babaruhát. És örülök, hogy nem dobtad ki egy kukába. Nehéz lesz fölnevelni. Hogy nem itt kell keménykedni, előtte hogy beszéltél az értékekről, a nívóról, a hűségről, törödő. Tehát fordítva, ha már eltört, ott már hagyjad a keménykedést. A keleti teológia, hogy idehozzam, ezt úgy mondja, hogy van akribeia és oikonómia. Az akribeia pontosságot jelent. Tehát a papnak az a dolga, moralistának, hitoktatónak, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsa. Nem jobban, nem kevésbé, pontosan tanítsa, ez a dolga. És ha bárkinek nem sikerül ezt az egyházi tanítást megélni, akkor van az oikonómia, akkor van az irgalmasság, akkor van a szelídség, így mondják, a szelídség, hogy akkor mentsük a menthetőt, mit lehet ebből kihozni. Tehát a szó sincs arról, hogy a kettőt összekutyuljuk, hanem a dolgunk mindig az, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsuk. Jaj, na megyek tovább. Ezt a következő ábrát kicsit félve hoztam, de miért? Az egyház tradíciójában kialakultak a morálszisztémák, amikor ugye lelkiismereti kötelességek ütköznek, és hogy mennyire kell magunkhoz szigorúnak lenni. Itt több iskola is kialakult az egyházon belül, és szeretném mondani, hogy ez középkor, és kialakult két ilyen iskola, a rigorizmus és a laxizmus, a rendkívüli szigorúság és a lazaság. Az egyházi tanítóhivatal mind a kettőt elítélte, mint tévedést. Mind a kettőt hivatalosan elítélte. És lándzsát tört a probabilizmus mellett, ez azt jelenti, hogy azt kell követnünk, ami a valószínűbb. Ez egy csúszka, ez fontos, hogy ez egy csúszka. Tehát minél fontosabb dologról van szó, mondjuk életvédelem, agyhalál, szervátültetés, minél fontosabb dologról van szó, annál inkább csúszunk, hát nem a rigorizmus, hanem a tuciorizmus felé, a szigorúság, a pontosság felé, és minél kevésbé fontos dologról van szó, annál inkább dönthetünk a szabadság javára. Tehát ez itt egy csúszka. Most amit én szeretnék mondani, hogy ha ma egy pap, morálteológus elkezd bizonyos területeken lazábban beszélni, rögtön megkapja azt a vádat, hogy liberális. Kapja is meg, ha lazítja az egyház tanítását.
Csak tetszenek tudni, nincs meg az a másik oldal, hogyha valaki pápába pápánál, hogy arra rásüssük, hogy hát nem kell rásütni, hogy rigorista. Ma, ha valaki rigorista, az úgy néz ki, mintha katolikusabb lenne. Nem katolikusabb, hölgyek, urak. Egy olyan istent, egy olyan morált, egy olyan egyházi tanítást képvisel, ami nem katolikus. A középkorban ez szépen működ, hát szépen. Tehát itt megvoltak a janzenisták, akik kőkeményen rigoristák voltak, itt meg itt voltak a jezsuiták, a domonkosok, ferencesek, és megvolt az egyházban az az ellensúly, hogy ezek egymást hát szépen, meg kevésbé szépen vádolták, hogy te laxista vagy, te meg rigorista vagy, te így tészel az egyháztól, te úgy. És ez a szerzeteseknek ez a bátorsága, ez nagyon fontos volt, és ma nagyon hiányzik. Nagyon bátrak voltak, hogy az egyházban az ellensúlyokat tegyük helyre. Ma azt érzem, hogy ha bárki egy picit is lazábban beszél, rögtön megkapja a liberális vádat, de ha bárki pápába pápánál, azt nem kapja meg a rigorista vádat. Az a katolikus. Hölgyek, urak, ez tévedés. A morálban nem beszélünk eretnekségről, dogmatikában beszélünk, de tévedésről beszélünk. Tehát valaki, ha valaki az egyház hivatalos tanítását lazábban tanítja, igenis tévedés. De ha valaki szigorúbban tanítja, az is tévedés. Kellenek a bátor hangok, akik merik ezt kimondani, hogy nem vagyunk attól katolikusabbak, hogy rigoristák vagyunk. Hanem attól függ, hogy milyen téren, csúszka. Attól. Mondok egy példát, elmegy az időm, nem baj. A tanítóhivatal, például a maszturbációnál, tanítóhivatal kifejezetten kerüli azt a kifejezést, hogy halálos bűn. Mert egy maszturbáció más jelent egy 16 éves fiatalunknál, mint egy elkötelezett szerzetesnél vagy házas embernél. Mást jelent. És direkt kerüli a tanítóhivatal azt, hogy a maszturbációt egyenlővé tegyük halálos bűnnel. Majd megnézzük, hogy kinél ez hogy szerepe, milyen konkoly. És egy magyar moralista mit csinál? Idézi a maszturbációnak a cikkejét a katekizmusból szó szerint, de elébb igyezti, hogy halálos bűn az egész. Hogy merészeli megtenni, hogy meghamisítja az egyház tanítását? Tetszenek érteni, hogy én is meg szoktam kapni, hogy liberális vagyok az egyik csapattól, a másiktól meg, hogy rigorista vagyok, én is meg szoktam kapni. Kérem, mindegyikünknek a lelkiismerete hát állandóan keresi az egyház tanítását. Ma nekem azt szerettem volna dadogni, hogy hiányzik az, hogy valaki rászóljon a rigolistákra, az aggályosokra, a görög perfekcionistákra, hogy nem az a katolikus. A liberálisok megkapják, kapják is meg. Tehát nem érti mindenki, nem azt védem. De hogy hiányzik az ellensúly az egyházon belül, és hogy megvédjük azokat, akik merik képviselni a probabilizmust. Na, szóval nem vagyunk katolikusabbak, ha rigoristák vagyunk. Az irgalom tehát válasz az ember tettére, ha bűnös, ha elesett, ha megtört. De szeretnénk azt is, hogy az irgalmat ne csak úgy nézzük már, hogy a tett után. Tehát attól mi óckodni akarunk, hogy az irgalom ki legyen szolgáltatva az ember tettének. Tehát, hogy Isten irgalma az csak az ember tettét követi. Az isteni irgalom nincsenek kiszolgáltatva. Tehát ennyi, hogyha bűnös vagyok, akkor elkap az Isten és visz föl. Szeretnénk azon is töprengeni, hogy az irgalom már előtte ott van. Mondok néhány példát. Az irgalom átjárja a teremtést, az egész természetet, és ezt tudjuk. Igenis, mélyponton lévő embereknek, házasoknak, családoknak, cserkészcsapatnak, mindenkinek jót tesz a természetben kirándulni, a természetben ügyködni, lovagolni, hegyet mászni, kertészkedni. A természetben van egy irgalom. Szent Ferenc nem a madarakat nézte meg, a pókokat. Mögötte az Istent nézte. Ezt nekünk kell képviselni, ugye nem csak azt mondjuk, hogy sola scriptura. Nekünk a teremtett világ is egy kinyilatkoztatás. Tehát őrizzük csak ezt a katolikus hagyományt, hogy a természetet, a teremtett világot átjárja az irgalom. Irgalomból létezünk a görögkatolikus liturgián, kétszer is elmondjuk, hogy Istenünk, aki a nem létből mindent létrehoztál. A létet eleve átjárja az irgalom, eleve. És hát ide tartozik az is, hogy ugye
a héber kifejezés, a rachamim, az anyamé, hogy már irgalmasan vesz körül az Isten, mielőtt megszül minket. Tehát, hogy a létünk eleve az irgalomból születik meg. Tehát nem csak a bűnös létünket követi az irgalom, hanem eleve irgalomból születünk meg. Ez a teremtés. A teremtést már átjárja az irgalom. És a beteljesítést is. Tehát amikor majd meghalunk, az eszkatológia. Azt mondtam, nem szisztematikus teológiát hozok, sarokpontokat. A végidőkről még mindig, bocsánat, sarkítok, azt érzem, hogy úgy beszélünk, mint a proféták, dies irae. Hogy mintha elcsúszott volna a végidőkről való beszéd az igazság felé. Nekem nagyon hiányzik, hogy a végidőkről beszéljünk úgy, hogy az beteljesedés, hazaérés. Mindannyian tudjuk, akik közeli szerettünket temettük már el, hogy eszünkbe sem jutott az irgalmasság, meg a bűnök, meg a mérlegelés, hanem valahogy a nagy irgalmasságnak adjuk át elhunyt szerettünket. Ott van ez a tapasztalat, ezt hozzuk már be a teológiába, a hittanórákra, hogy a meghaláskor Isten beteljesít minket, a teremtést befejezi. Beteljes. Azért mert teremteni, mert tudja azt, hogy ő fogja ezt az egészet beteljesíteni. Egy ilyen képet hoztam ide, hogy nem eretnekséget beszélek. Nüsszai Szent Gergelynek van egy ilyen írása, csodaszép írás, azt mondja, hogy mindenki élete ikonját festi. Az életművünk egy ikon, tulajdonképpen Krisztust másoljuk a megváltott emberi természetünkkel, és amikor meghalunk, így mondja Nüsszai, Isten kezébe veszi ezt a művet, ezt az ikont, leporolja, és majd befejezi a művet. Miért nem beszélünk úgy, hogy akik meghaltak, hazamennek, Isten befejezi a teremtést, beteljesíti. Tehát valahogy nekem hiányzik az irgalom, igazságról beszélünk. Van az is, de hiányzik nekem, hogy Isten beteljesít minket. Aztán az Isten képiség, hogy előre képessé tesz a jóra. Tehát nem az, amit mondtam a legelső diánál, hogy Isten lenéz minket, hanem eleve megajándékoz az ő képmásával, hogy képesek vagyunk a jót megtenni. Tehát azzal szeret, hogy előre. Aztán ez egy nagyon fontos dia, amikor Mózes átveszi a kőtáblákat, hogy előbb kiszabadítja a népet Egyiptomból, előbb megszeretgeti a népet, előbb van egy kegyelmi tapasztalat, és utána jön a parancs. Előbb a kegyelem, utána a morál. Előbb a megmentés, a pászka, a húsvét, és utána jön az etika. Nem fordítva, hogy ha majd etikus leszel, eléred a húsvétot, meg a kegyelmet. Fordítva van. Ez a hittanórákra, a családi életre, mindenre, előbb a kegyelem légköre, majd utána jön a teljesítmény. Előbb. Ebben egy csodaszép pedagógia van benne, hogy előbb legyen kegyelem, előbb legyen szeretet. Ide én még egyet szeretnék hangsúlyozni, hogy a zsidó népet tulajdonképpen elbűvöli az, hogy Isten a rend ura, a káoszból képes rendet rakni. A történelmi káoszból is, mert a népet kimenti, aztán a teremtést is ugye úgy írja le, hogy a káoszból Isten elkezd rendet építeni, és Isten a morális káoszból is elkezd rendet építeni, megvált minket. Magyarul ott van egy lenyűgözöttség, egy elbűvöltség, hogy de jó ehhez az Istenhez tartozni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a kereszténységünk közepén egy elbűvöltség van. Nem morális szabályok, rigorizmus, meg kötelező, meg félek a pokoltól. Demmer úgy mondja egy német moralista, hogy nem azért van morál, mert nem tudjuk, hogy hogyan kell élni, meg bűnösek vagyunk. Azért van morál, mert elbűvölt minket az Isten. Prédikációkból, hittanórákból bevinni ezt, hogy elbűvöl az Isten, szerelmes az Isten, vonz az Isten, vonósugár, hogy a Star Wars-t is megidézzem. Tehát, hogy elkapott az Isten, és így vonz mindenkit, hogy ezért akarunk keresztény, és egyre jobbak lenni, elbűvöltségből papnak, szerzetesnek lenni. Az imának előre van egy hűsítő ereje, előre irgalom, amikor ezeket ugye az ószövetségeket bedobják a kemencébe, megőrzi őket az imádság. Az imádság előre, hogy mondjam, mintha ezt a hűs légkört hozná körénk. És amikor eljön a szenvedés, ide nem ma született bárányként csöppentek, hogy jaj, Istenem, rákos lettem.
hanem előre az imádság ad nekünk egy higgadtságot, egy nyugalmat, és jöhet ilyen-olyan törés és baj, előre megvéd, tehát az irgalom előre akar segíteni. Tehát, hogyha az ember sokat uramirgalmaz és az imádságban megerősödik, amikor tényleg jönnek törések, bajok, akkor nincs védtelenül kiszolgáltatva ezeknek. Karácsony. A karácsonyi ikonon azt látjuk, hogy a sötétbe születik bele Krisztus, a sötétbe. A sötét föl sem tudja tartóztatni. Nem istállót adtok, akkor is megyek, keresztet adtok, akkor is megyek. Tehát a sötét elzavarni sem tudja az Isten, jön a sötétbe. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az én morális, családi, papi sötétembe jön bele az Isten, hogy kezdődjön el a világosság. Tehát nem arról van szó, hogy ha megérdemeltük, hanem előre beleszületik az én sötétembe, hogy majd ott kivilágosodjon. Hegyi beszéd. Ehhez csak annyit hadd mondjak, hogy nem az elitnek szól a hegyi beszéd, hanem mindenkinek. Volt ilyen protestáns teológia, és a katolikuson belül a szerzetes teológiában is láttunk ilyet, hogy vannak a tökéletesek, és azoknak jobban szól. A póré népnek nem. Szó sincs arról, hogy a hegyi beszédben Krisztus kiválogat valakiket. Vagy elmondaná a végén, hogy ó, ez nem való mindenkinek. Mindenkinek mondja a hegyi beszédet. Tehát csúcs tanítás. Sokat néz ki belőlünk Sólya Miklós bácsi, a cigány gyerekek között. Sokat néz ki belőlük. Sokat. Nem lesajnálja őket, és azzal irgalmas, hogy a csúcs tanítást nem mondom el mindenkinek. Azzal tiszteli, hogy elmondja mindenkinek. Tehát akribelja, szépen, pontosan elmondja a teljes tanítást. Próbálkozás. Hát itt az a jelenet, ezt nagyon szeretem, amikor Péter ugye elindul a vízen, és hogy mondjam, Krisztus tudja, hogy ebből fürdés lesz, heti fürdés. Tehát, hogy, és azt mondja, hogy gyere Péter, engedi hibázni, gyere, ameddig megy, addig megy, fürdesz egyet majd utána. De hogy szabad kockáztatni az egyház a probabilizmust, akkor mondta, amikor Kolumbuszék elindultak. Szabad kísérletezni, kockáztatni, újba belevágni. Én itt hadd mondjam azt, hogy két dolog, hogy legyen már szabad hibáznom plébánosként, hitoktatóként. Nyilván azt a konkolyt, ami nem öli meg a búzát. Ne azonnal üssenek már rám, meg nekem legyen végtelen lelkismert fudásom, hogy hibáztam. Az első éveimben tudom, hogy annyi rossz órát tartottam, borzasztó rossz órák. Pedagógiailag nagyon gyenge volt. Egyszerűen hiba százalék. És meg kellett engesztelődnöm azzal, hogy nyersként kerültem ki. Hiba. Ugye ebben nem szabad összeomlani, hogy van hiba százalék a munkánkban. Figyelek arra, hogy olyan konkoly ne legyen, ami megöli a búzát. Egy. A másik, hogy a fiataloknak hadd mondjam, hogy mi egyszerűen várjuk, hogy kísérletezzetek az egyházban. Szó sincs arról, hogy a fiataloknak bele kell simulni a mai katolikus egyházba. Várjuk azt, hogy ebben az XYZ generációban itt hogy kell most tessék mondani? A mai fiatalok hálózatba gondolkodnak, mi még individumban. Egyszerűen hálózatba gondolkodnak. Tessék mondani, hogy kell itt? Mi várjuk a fiatalokat, az ötleteket, a kísérletezést, a próbálkozást, és hát itt-ott lesz persze ami fürdés, de nem világvége, szabad. Szabad. Tehát nagyon szeretnénk biztatni a fiatalokat az egyházban, hogy hozzátok a saját látásotokat, a saját tudásotokat. Aztán az irgalom, azt mondtam, hogy előre irgalmas, hogy előre akarja a gyerekeket jó pályára állítani. Ugye itt azt látjuk, amikor gyerekeket visznek Krisztushoz, és hullafáradt. És azt mondja, nem fáradt vagyok, de a gyerekek fontosak. Hitoktatók, atyák. Fáradtak vagyunk, megyünk, idegesek, törődő, betegek vagyunk. A gyerek fontos, neki jövője van. Tehát akármilyen fáradtságot, fizikai, anyagi, emberáldozat, mindent megér az, hogy menjen a fiatal. Az irgalom előre akar a jó pályára állítani őket. Ezt hívjuk az irgalmasság lelki tetteinek. Hogy nem csak utólag enni adok, meg börtönbe meglátogatom, tanítom, lelki vigaszt adok, meg mit hitet adok neki, előre akarok irgalmas lenni hozzá. Előre, és nem csak utólag. Tehát jövőt ad, és ide tartozik szigorúan a politika is. Szigorúan. Hát az egy külön témát megér. Nekem még senki nem gyont olyat, hogy lelkiismeretem ellenére politizáltam. Mintha ilyen bűn nem lenne. Mindenki érti, nem pártpolitikáról beszélek, nem dolgom,
de hogy nincs ilyen bűn, hogy a társadalmi, politikai életben nem lelki, keresztény lelkiismeretem szerint veszek részt. Nincs, anyámmal összevesztem. Na, hát majd lassan. Tehát a politika arra való, hogy előre legyen rend, előre adjunk jó pályát a fiataloknak. Na, kereszt. A kereszt arról szól, hogy új cselekvésre indít el minket, új cselekvésre, és előre. Azért hoztam megint a keresztet, hogy nem csak arról van szó, ha már megfeszítettek, akkor már igyekszem irgalmas lenni, hanem a kereszt előre képessé tesz minket egy másfajta gondolkodásra, megelőzően akarunk irgalmasak lenni, és keressük az erőszakmentesség útját. Ugye a hegyi beszédben az a fontos, hogy a régi törvények a rosszat csak behatárolni tudják, meggyógyítani nem. A szemet szemét, az egy jó törvény. Hogyha kinyomod a szemét, akkor neked is kinyomják. Megölöd, téged is megölöd. Hogy az egy jó törvény, a rosszat féken akarja tartani, meg a bosszút is féken akarja tartani. De a rosszat nem tudja meggyógyítani. Tehát a kereszt a rosszat nem csak féken akarja tartani, hanem gyógyítani akarja. Börtönökbe aki jár, nem a megtorlás a börtönöknek a dolga, hanem hogyan tovább, hogy így nem, ez így zsákusza, hogyan tovább. Na tehát itt, amiről én szerettem volna dadogni, hogy az irgalom megelőzi az ember tettét. A szotériológia, a liturgia, a doxológia, ez mind megelőzi, és utána jön a teljesítmény, az etika. Igenis kijelenthetjük azt, hogy irgalomból létezünk, eleve átjárja a létet az irgalom, és irgalomból cselekszünk előre is a jót, meg hogyha törés van, akkor is irgalmasan cselekszünk. Az irgalmas Krisztusnak vajon hogy esnének ezek a triumfalista egyházi épületek, szokások? Ferenc pápa még mindig a vendégházban lakik. Itt kell váltanunk, úgy érzem. Kell váltanunk, maradok magunknál, tessenek nézni, van ilyen ikonosztáz, nem Magyarországon. Biztos, hogy ez az irgalmas Krisztusnak jól esne. Az ikonokon az a lényeg, hogy fából készülnek, a szegényeknek a művészete. Nem olajfestmény, egyszerű fadarab. És körülvesszük, csöpög az arany mindenhol. Nem tudom. Aztán maradok az ikonoknál. Ezek a meseszerű ikonok, amikből hiányzik a dráma. Igenis az Isten szívében, hogy az igazságot és az irgalmasságot hogy kell összeegyeztetni, ott van egy dráma. És ezt ne lopjuk ki az ikonokból sem, meg a hittanórákból sem. Ez egy dráma, aminek a csúcsa a nagypéntek. És nem jók azok az ikonok, amik ilyen meseszerűvé teszik a kereszténységet. Hogy elbuktál, semmi baj, apokatasztászis. Nem, van itt egy dráma. Itt van seb, tessék a sebet komolyan venni. Ki ne lopjuk a művészetünkből, a hittanóráinkból, hogy a kereszténység ilyen sima ügy lett, sima ügy. Nem, ez, ki ne lopjuk a drámát. Aztán, hát ez ma nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik, hál' Istennek Ferenc pápánk is ilyen, hogy az irgalomtól idegen a szorongás, idegen tőle. Tehát ott nincs irgalmasságnak légköre, ha félni kell, szorongani kell, az a jó, hogyha megvan ez. Megvan ez. Megvan a Ferenc pápánk és a papnak, a hitoktatónak is megvan ez a vidámsága. Egy utolsó képet hadd hozzak. Ez, hát nem látszik a kép, ez Repinnek, a nagy orosz festőnek egy képe, egy eldugott orosz erdő közepén van, egy csodaszép, őszinte Krisztus arc. Nagyon szép Krisztus arc. Ezt mindannyian őrizzük magunkba. Valamilyen őszinte Krisztus arc mindenkiben van. Ő az irgalmasság, és azt keresem, hogy én előre hogy legyek irgalmas magamhoz, szeretteimhez, a társadalomhoz, az egyházamhoz. Azt keresem, hogy én hogy legyek irgalmas, és hogy én fedezzem fel, ha hozzám irgalmas az én Istenem. Uram, irgalmazz, innen indulunk, és ide is szeretnénk megérkezni. Köszönöm a figyelmet.